Igazából szerintem egy olyan általános üzenete van magának a műnek, ami nem hogy Debrecenben, hanem az egész világon örökérvényű. És bárhol szétnézünk, az, hogy a tiszta szív, a tiszta lélek, az előbb-utóbb mindig nyerni fog, az ugye egy örök üzenet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az az ipari forradalom, ami lezajlott a Charles Dickens idejében, az olyan változásokat hozott társadalmilag, amik sajnos mai napig nyomot hagynak a mindennapi létünkben, és ezt az üzenetet is hordozza ez az olivér ma is, hogy ezek miatt, a kemény társadalmi változások miatt, amit az ipari forradalom hozott, ezek miatt még mindig nagyon sok ember szenved, csak talán most nem London utcáin, nem Európa utcáin, hanem egy kicsit odébb keletre. Ez egy nagyon szép darab, ez egy nagyon nemes anyag. Nagyon szerettem volna, hogyha megtelik élettel a nagy színpad, nagyon szerettem volna, hogyha megtelik a néző nézőkkel, és nagyon szerettem volna, hogyha a különböző dolgozói tagozatai a színháznak együtt tudnak dolgozni. És hát arról nem beszél, hogy ennyi csodálatos csillogó gyerekszemet látni és hallani, hogy énekelnek már itt az olvasó próbán. Nagyon felemelő, nagy előadásszáma, nagy szériába gondolkozom, szeretném, hogyha egész évben tudnak játszani a debreceniek és bárki másnak, aki ide látogat, nagy örömére. Ez az Oliver, ez még Andrew Lloyd Webber megfogalmazása, illetve megállapítása alapján is minden európai, illetve amerikai musicalnek az ősatja, hogyha lehet így mondani. És ha ő ezt így apostrofálta, vagy így állapította meg, akkor ezt elfogadjuk. Én magam részéről teljes mértékben. Én ezt annyira megszerettem, hogy éjszakánként ezt dúdolom, tehát tényleg fantasztikus operet. A nagyszerűsége az abban is rejlik színházilag, hogy ebben az egész társulat részt vesz, részt kell, hogy vegyen, tehát színészek, szólisták, énekesek, gyerekek, gyerekkar, nagy énekkar, mindenki. Élő zene lesz, és az eredeti regénytől eltérően a zenei anyag az nem lesz nagyon súlyos, illetve nem lesz nagyon nyomasztó. Az én felfogásom szerint, és ezt most nem szeretném hosszúra nyújtani, ennek van egy hosszabb magyarázata is, de valójában a zeneszerző identitásából, illetve származásából kifolyólag ezt a dolgot, a témát, illetve a súlyos karaktereket zenében kontrasztálja, ami azt jelenti, hogy ha nem is vígopera, de egy minden esetre sokkal vidámabb zenei anyag születik. Sokkal, sokkal jobban élvezhető, mint maga a súlyos regény. Az Olivier történetében én Svindli király szerepét fogom játszani, egy nagyon érdekes koncepcióval körülölelve, ugyanis nem egyedül leszek Svindli király. Rendezővel, Tóth Tündével egy olyan koncepciót hozott nekem, vagy egy olyan koncepcióval van ellátva a Svindli király, hogy egy kicsit a kettősségét próbáljuk meg megmutatni. Tehát van egy gyermeki oldal, egy nagyon kedves fiatal kollega lesz a másik Svindli király, hogy egyfajta kettősséget próbálunk majd megmutatni, egy gyermeki oldalt és egy idősebb jellemet, egy idősebb személyt. Mind a kettő karakternek van egy fejlődés története, illetve kicsit előre is utal majd, hogy milyen sorsok alakulhatnak ki, mi lehet a jövőben ezeknek a gyerekeknek, meg fiataloknak a jövőben a sorsa. Maga a darab nagyon régen megtalált, és igazából egy nagyon régi szerelem ez a darab, ami egyre fejlődik és dagad, és egyre újabb és újabb gondolatokat ébreszt bennem. Ugyanakkor nagyon érdekes az látni, hogy különböző emberekből milyen gondolatokat hoz ki. Ugyanaz a téma, ugyanaz a zene, ugyanaz a millió, ami ugye ennek a Charles Dickensnek ez a sötét milliója egyrészt, Lionel Bartnak a csodálatos zenéje másrészt, tehát hogy egy nagyon, nagyon jó egyveleg, nem véletlen az, hogy Angliában tulajdonképpen egy nagy sláger az, hogy minden iskola színház ezt a darabot választja. Nyilván nekik valamiféle nemzeti identitásuk is kapcsolódik hozzá, vagy hát egy történelmi múlt is van, ami ezt kíséri.
De én azt gondolom, hogy, hogy itt is érdemes belepillantgatni ebbe a történelmi múltba, mert ránk is elég nagy befolyással van.